Kedves konferencia résztvevők, szeretettel köszöntök mindenkit. Különösebben a kezdő diakép alapján nem kell bemutatkoznom, de azért mégiscsak egy pár mondatot magamról. Miskolcon végzett gépészmérnök vagyok, és pályámnak körülbelül dereka tájékán kanyarodtam el a tanári pálya felé, bár eredetileg is tanár akartam lenni, de úgy látszik, hogy kellett ez az ipari felkészülés, ami megadta azt az önbizalmat, hogy van mit átadnom a tanítványaimnak, nem csak elméleti, az iskolapadban megszerzett tudást örökítem tovább, hanem a gyakorlaton szerzett tapasztalatokat. És a mai témánk, a mai ember, akiről beszélünk, ő hasonló gondon gondolkozott, és hadd áruljam el, bár mindenki, vagy nagyon sokan úgy tudják, hogy Neumann János az matematikus volt, hadd áruljam el, hogy sokkal előbb szerzett mérnöki diplomát, mint matematikusit. Szinte majdnem egy időben elég okos volt ahhoz, hogy megcsinálja. Szerezte meg a vegyészmérnöki diplomáját Zürichben, és Budapesten doktorált matematikából. Elég fiatalon. Az igazi előneve, a pontosabb neve Margitai Neumann János. Ezt az édesapja kapta az ország érdekében kifejtett tevékenységét. Bankár volt egyébként az édesapja, és megkapta a család azt a jogot, hogy nemesi rangot viselhetett, ezért a Margitai nevet választották. Amerikába később kikerült, a John von Neumannak hívták, a teljes neve a John Lewis von Neumann. A von előnév is ugye a nemesi rangra utal. Amerikában elterjedt egy ilyen legenda, ami a mai előadásnak is az első félmondata, a Mars lakók. Azokról a kiváló magyarokról terjesztették ezt, akik még az amerikai vagy európai kollégájukhoz képest is kiemelkedtek szakmai tudásukkal, tehetségükkel, ambíciójukkal, bár egy ilyen különös nyelvet beszéltek, ezért senki nem értette rajtok kívül, az angolt is eléggé különös akcentussal használták, és ezért terjedt el róluk ez a legenda, amit a Fritz Haustermann használt először. Később aztán atomfizikusok körében a Leon Lederman nevezetű tudós az isteni atom nem elírás, így jelent meg a könyvében is, című könyvében írja le részletesebben ezt a legendát. Pontosan megadtam hivatkozást, ha valaki el akarja olvasni. Szűkebb értelemben öt embert sorolnak ebbe a kis csapatba. Hát a mai esténknek a főszereplőjét, a Neumann Jánost, a Teller Edét, itt a marsi anyanyelvén Ede, itt említi ez a legenda, Szilárd Leót, Wigner Jenőt és Kármán Tódort. A sok közös vonás van bennük. Nem titok, mindenki előtt ismert, mindannyian zsidó származású voltak, mindannyian Budapesten születtek, mindannyian Budapestnek egy viszonylag szűkebb területéről származnak. Egy pár kerülettel össze lehet fogni szinte ezt a területet, és majdnem ugyanabban a gimnáziumban jártak, vagy körülbelül három gimnázium, hallható jól? Amiben ők és még mások is híresek, vagy nagyon jó alapokat szereztek, ez bizonyítja legalábbis az akkori magyar oktatásnak az igen jó állapotát, hogy nagyon jó felkészülést kaptak, és ez köszönhető a kiváló tanároknak is. Most ezt nem csak azért mondom, mert én magam is tanár vagyok. Ők maguk igen nagy tisztelettel beszélnek
Mai gyerekek nem igen beszélnek ilyen tisztelettel a tanáraikról, mint ahogy ezek a Nobel-díjas vagy Nobel-díjas kategóriájú emberek, akik igazán értékelni tudták a fölkészült tanárt. Például Rácz Lászlót, akit a világ egyik legjobb matematika tanárának tartottak. A Fermi Nobel-díjas fizikus mindig ilyen nagy felvezetéssel szokta kezdeni a bevezetőjét, hogy hát máshol is vannak naprendszerek, azok közül is, körül is vannak bolygók, ott is kialakulhatott az élet, nem mondom végig ezt a szorít. Technikai civilizáció jöhetett létre, olyan szintre eljuthattak, hogy kíváncsiak a távolabbi világokra, nyilván errefelé is esetleg eljöhettek, és hogy lehet, hogy ezt a gyönyörű helyet, mint a Föld, ezt hogy lehet, hogy még ezt nem látogatták meg, hogy hol vannak ezek, és akkor a jó humorérzékű Szilárd Leó megszólalt, hát itt vannak közöttünk, csak magyaroknak álcázzák magukat. Tehát valahogy így indult el ez a marslakós sztori. Mi kell ahhoz, hogy valaki marslakó legyen? Sokan sokféleképpen gondolkodnak el. Én nagyon sokat dolgoztam ennek az egyszem diának az összeállításán, és nagyon sok nevet is láthatnak, most mindet nem olvasom föl, csak néhányat. Láthattunk köztük Nobel-díjas, mint például Szent Györgyi, aki a genetikai faktort helyezi előtérbe, és ugyanakkor hangsúlyozza a Kárpát-medencének ezt az olvasztó tégely szerepét, ahol különböző fajok genetikailag keverednek, és ebből egy jobb minőségű eredmény születik. De maga a genetika az csak egy, hogy matematikusként fogalmazzak, hiszen róla van szó, csak egy szükséges, de nem elégséges feltétel a marslakóvá váláshoz. Kell hozzá egy igényes otthoni, iskolai környezet, jó középiskola, jó tanárok. Sokan úgy gondolják, hogy a magyarok sikerének egyik titka, nem mondom, hogy a fő titka, magában a magyar nyelvben gyökerezik, amelyik ilyen képi módon gondolkozik, mondja Hámori József agykutató, akit talán Nobel-díjra is jelöltek. És akkor ott vannak a politikai tényezők, a magyar történelemnek azok a periódusai, ahol ezek az emberek itthon nemigen tudtak tovább tanulni, vagy ha még tovább is tanultak, a megélhetésük nem volt biztosítva, ezért inkább külföldi egyetemeken tanultak tovább, de középiskolában azért itt jártak Magyarországon. Nem csak öt ember van itt, még ez a lista sem teljes, amit itt látunk, név, illetve dátum szerint berendezve. Azokat a világhírű magyarokat, akit a Marsz György fizika professzor a tágabb értelmű marslakók családjába besorol. Hát itt több Nobel-díjast látunk, ugye, és ott van föntről a negyedik, ami Neumann Jánosunk is. De hát vannak itt még bőven sokan. Ez az öt ember, azonos szinten jelöltem a személy nevét és a hozzá köthető találmányt, hogy ha elképzeljük a mai életünket, vajon milyen lenne, ezt az előadást meg se tudnám tartani, Neumann János nélkül, a számítógép nélkül. De hogyha fölnézek egy kicsit, az áramot biztosító paksi atomerőműnek szinte az összes technikai blokkja magyar találmány. A láncreakció elve az a Szilárd Leó agyában fogant meg. Ez alapján működik az atomreaktor. Persze az atombomba is. Ha tovább megyünk, ebből a láncreakcióból hő keletkezik, és az turbinát hajt meg. Hát a turbinához is Bánki révén sok magyar találmány köthető. Ez egy generátort hajt, amelyik áramot termel. Egy magyar embernek Jedlik Ányos jut egyből az eszébe, ugye a dinamó. A megtermelt árammal mit csinálnánk? Nem is tudnánk továbbítani, ahhoz nagy feszültségre kell föltranszformálni, és úgy kell a hálózatba juttatni, és majd a településeken visszatranszformálni. Hát ez az eszköz, szintén magyar találmány, transformátor. És ha fölnézünk az égre, és egy gyorsan repülő eszközt látunk, akkor pedig a Kármán Tódorra kell gondolkodnunk, aki gépészmérnök volt, de olyan alapvető eredményeket ért el fizikában, a nagysebességű repülés területén,
hogy őt még századok múlva is emlegetni fogják a repülőgép tudományban. Az asztronautok a legnagyobb alakjának tartják. A legnagyobb érem, ha valaki Kármán érmet kap a világba ilyen jellegű kutatásaért. A marslakókról mutatok néhány jó könyvet, akit majd bővebben érdekel. Hargita István, az öt világformáló marslakó könyve, pont erről az öt emberről szól. De nagyon érdekes bontásban. Nem úgy csinálja, nem úgy van felépítve a könyv, hogy Neumann, Wigler, Szilárd, és itt tovább, hanem végigmegy szépen először gyerekkor, és mindet letárgyalja. Középiskolás időszak, mindegyiket letárgyalja. Egyetemi időszak, kezdőkutatói karrier, befutott kutatói karrier, és itt tovább. Mennyi keresgéléstől menekíti meg az átlagolvasót, aki valamilyen szempontból együtt akarja látni ezt az öt embert. Marslakók érkezése az egy bővebb könyv, 20 embert tartalmaz, és hogy mi okból született ilyen sok ember, azt a Kopácsi Sándor elemzi a könyvébe, és most mi lehet meg nemrég, szintén Hargitainak a könyve, a Marslakók bölcsessége. Nagyon érdekes könyv, én ajánlom, hogy figyelmükbe, hogy ennyi szép gondolatot ritkán talál együtt az ember természettudományról, emberségről és egyéb dologról. Találnak egy honlapot, ahol pont ez az öt ember látható. Ez az én honlapom. Már foglalt volt a Picasso név, ezért egyessel van írva picasso.hu. Róluk és még 15 híres magyar mérnökről tudósról található itt interjú. És a publikációs menüben pedig az én írásaim tudománytörténettel foglalkozom 40 éve. Magyarország két leghíresebb Jancsiját látjuk. Bólyai Jánost és Neumann Jánost. Neumann Jánost beszélték Jancsinak a barátai. Bólyai Jánosról nincs fényképünk, ez egy viszonylag hiteles portré, egy szobor, egy relief fotója a Marosvásári Kultúrpalotáról, amit még az a szobrászművész készített, aki életében látta Bólyai Jánost. Róla ugyanis nincs kép. Egy rossz pillanatában osztrák katonatiszt volt, hadmérnök, és nem matematikus, nincs is matematikus diplomája, Neumannak az is van. Egy rossz pillanatában összekaszabolta a képét, ugyanis kiváló kardvívó volt. Ő volt a hadmérnöki akadémia legjobb kardvívója. Vannak ilyen legendák, hogy még párbajozott is, és még azt az apja is megemlít egy levélben. És állítólag volt olyan nap, hogy 13 párbajt hívott. Ezt nem ő hívta ki, hanem az ellenfelek hívták ki őt. És csak annyi pihenőt kért két párbaj között, hogy egy Paganini darabot a hegedűjén eljátszon. Ő ugyanis a zenében is rendkívüli tehetséget árult el, ellentétben Neumannal, akinél nem nagyon mutatkoztak meg zenei tehetségek, de a matematika az mindkettőjükben közös és jelen van. És gondolkodtam, hogy hogyan kapcsolódjak az előző előadáshoz. Hát jó, hogy ide betettem ezt a Bólyai képet, ő lesz a kapcsolat a két előadás között, az előző és a mostani között. És én szeretem a dátumokat úgy megjegyezni, hogy valamihez kötöm, valami memóriafogost használok. Hát ha a Bólyai János születés dátumát meg akarja valaki jegyezni, nagyon könnyű helyzetben van, mert elég, ha ismeri a magyar történelmet, és nem kell ismerni a matematika történetet. És akkor most kapcsolódok be, nagyon tetszett az a Mozart kép. Koszifán tudta, hogy emlékeznek még az előző adásban, ilyen minden nő, ezt jelenti egyébként. 1791-ben meghalt Mozart. Azt hiszem, nem csak az osztrák zenei életben, hanem az egész világ zenei életében és kulturális életében hagyott egy nagy űrt, amit a jóisten úgy töltött be a magyarok esetében, hogy adott nekik egy Széchenyit helyette. Hiszen Széchenyi ugyanabban az évben, majdnem ugyanazon napon született, mint Mozart, amikor meghalt. És egy kicsit még tovább megyünk, úgy gondolta Jóisten, hogy a magyarok még ennél is többet érdemeltek, és 1802-ben még két embert adott a magyaroknak, Kossuth Lajost és Bólyai Jánost. Tehát így lett könnyen megjegyezni Bólyai születési évfordulóját, hogy Kossuth születésétől. És a Jóisten következetes volt, mert amikor elvette őket, akkor is kettőt vett el, egyszerre Széchenyit és Bólyai Jánost 1860-ban.
Hát körülbelül ennyi matematika lesz a mai előadásban, úgyhogy ne ijedjenek meg, nem kell félni. Neumann egyébként szerencsétlen volt ilyen szempontból. Karácsony 26, János nap 27, születésnapja 28, számtani sor, matematikusnak mi is legyen. Nem tudom, hogy a család hogy oldotta meg, ezt a hármas ünnepet egy ajándékkal tudták le, vagy hát lehet, hogy elég gazdagok voltak ahhoz, egy jó módú zsidó család volt, hogy külön ajándékot kapott minden alkalomra. Indulásként nézzük meg egy filmet, egy Neumannról szóló terjedelmes 90 perces film, ami Amerikában készült, ebből csak egy rövid kis jelenetet játszunk be. Haladás ellen nincs orvosság, mondta Neumann, amikor arról értekezett, hogy túl tudjuk-e élni a műszaki fejlődést. És a neumanni örökségnek az egyik legfontosabb része ez. Ő elemezte a tudomány lehetőségeit akkor, amikor még az a forradalom, ami ma teljes mértékben kibontakozóban van, tehát az információs forradalom, és aminek az elindításához ő az egész tevékenységével hatalmasat járult hozzá. Nem bontakozott úgy ki, mint ma. Az információ, mint az egész társadalom önszervező ereje, ma válik olyan átformáló hatásúvá, amivel szembe kell néznünk. Ez az agy, amellyel ma élünk, ez az emberi levés 3 millió éve alatt fejlődött ki, és talán az utóbbi 300 000 vagy valamivel kevesebb év során alakult át azzá az aggyá, amellyel ma az emberek többsége él. Ez az agy jó volt. Természetes emberi életkörülmények számára tökéletes szerv volt tájékoztatást nyújtani, technológiát kifejleszteni, civilizációt, kultúrát teremteni. Jó volt azonban csak 1945. augusztusáig, amikor az emberi tudomány segítségével a kezünkbe jutott az atomerő felszabadítása, és annak a lehetősége, hogy az emberiség önmagát egy atomháború során elpusztítja. Mégis ezzel az aggyal kell tovább élnünk, mert ennek további biológiai fejlődésére nem lehet számítani, de lehet társadalmi viszonyaink fejlődésére számítani. Ezért gondolt Neumann János is arra, hogy nagyhívő életpályájának a végére az agynak a kérdéseivel foglalkozott, megvizsgálva maga szemszögéből az ő számítógépes automatizálási információelméleti ismereteivel megközelítsük az agybelőnek a megértését. Abból a nagy tudományos örökségből, amit a 19. és 20. század hagyományozott az emberiségre, a neumanni örökségnek különleges jelentősége van, mert ő képes volt globális rendszerekben a világunk egészére kiterjedő módon megközelíteni ezeket a különböző problémákat, látásmódot, és ezt át tudta tenni stratégiákba, cselekvési rendszerekbe. Ez a film olyan embernek, és azt hiszem személyén keresztül olyan embereknek állít emléket, akikről hosszú évtizedeken keresztül talán szerte a világban sokkal inkább tudták, hogy magyarok, hogy Magyarországon születtek, mint talán Budapesten. Ki volt ez az ember, aki 1903-ban született Budapesten, és haláláig, 54 éves koráig, ott volt a század olyan döntő jelentőségű felfedezéseinél, mint az atomenergia felszabadítása, vagy a komputer születése. Akivel a kor legnagyobb tudósai dolgoztak együtt. Aki matematikus volt, fizikus, történész, filozófus, közgazdász, politikus. Neumannal kapcsolatban
Ellentétben például, most hadd említsek egy másik magyar tudóst, aki szintén Amerikában futott be is nagy évű karriert, és hát majdnem olyan híres ugye maga szakmájában, mint a Neumann János. Róla megoszlottak a vélemények, a Telleredére gondolok, de érdekes módon a Neumannról nem nagyon hallani tudóstársaktól, munkatársaktól, barátoktól igazából negatív, elmarasztaló véleményt. Néhány szuperlatívost, először a magyarokról, ezt nem mi írtuk le, ezt egy orosz származású, a világ leghíresebb sci-fi írója írta az egyik írásában, hogy Amerikában az a szóbeszéd járja, hogy kétfajta ember létezik, az emberek és a magyarok. Ez ugye van ebben egy kis túlzás, de ugyanakkor sejteti azt az elismertséget azoknak a magyaroknak, és nem csak ennek az öt embernek, hiszen tudunk még háromszor ennyit felsorolni, és ne csak a tudósok között keressük mindig az elismertséget, hanem az átlagember, az a másfél millió Amerikába kitantorgott ember, és most nem szeretnék én itt a politika mezejére lépni, azok a magyarok, akik kimentek Amerikába, azok nem azt keresték, hogy hogy nem lehet dolgozni. Meg nem a szemetet gyártották az Egyesült Államokban, hanem számítógépeket gyártottak, vállalatokat hoztak létre, mint az Intel, vagy tettek nagyjá, mint a Fordot, Galamb Józsefre gondolok. Akik pedig nem ennyire tehetségesek voltak, azok a két kezükkel dolgoztak bányákban, ipari üzemekben. Sokan közülük évekig alantas munkát végeztek, bár diplomások voltak. Nemrég olvastam, illetve írtam is egy cikket a Gróf Andrásról, aki buszvezető volt, buszsofőr több évig Amerikában, villamosmérnök létére. Míg végre sikerült megalapítani néhány barátjával egy kis amerikai céget, amit úgy hívtak, hogy Intel. És most, hogy ez a számítógép itt van, ezt neki is köszönhetjük, mert az a mikroprocesszor, amivel ez működik, az a Gróf Andrásnak a találmánya, meg annak a cégnek. Ő volt a legfőbb vezetője, nemrég hunyt el ebbe az évbe. Másik munkatársa, aki az Intelnek a vezet helyettese volt, szintén villamosmérnök magyar, csak a második helyzetről mindig keveset beszélünk. A legjobb barátja, iskolatársa fogalmazta meg szintén ezt a véleményt, és talán ez is közel jár az igazsághoz, hogy kétféle ember van a világon, Neumann János és mi a többiek, mondta ezt egy Nobel-díjas, aki hát gyerekkorától ismerte ezt az embert. A Fasori gimnáziumban együtt jártak, igaz, ő egyen fölötte járt, de a Neumann matek tudásban legalább kettővel volt fölötte. És mikor megkapta a fizikai Nobel-díjat, akkor mindig van egy ilyen Nobel speech, ahol pár percig beszélnek az életükről a díjazottak a királynő jelenlétébe. Hát ő két emberről beszélt, a matek tanáráról, a Rácz tanárról, és a Neumann Jánosról, akit ő az életében a legtöbbet tanult matematikában. Mindannyiunk által jól ismert tudós látunk, szintén Nobel-díjas. Ki hinné, hogy ők nagyon jó barátok voltak. Valaki megkérdezhetné, hogy hogyan a biológia a matematikához. Hát igaz, hogy Szent Györgyi a C-vitamin, és ezt most rosszul tudjuk mi magyarok, hadd ábrándítsam ki a kedves tisztelt jelenlévőket. A Szent Györgyi a C-vitamint nem találta fel. A C-vitamint már 1906-ban föltalálták, ezt a Nobel-díjas beszédében ő maga meséli el. Ő valójában izolálta a C-vitamint, kivonta, analizálta, elemezte, megállapította a hatását, a vegyi képletét, stb. És ezért, és a biológiai oxidáció terén elért kutatásaiért, szinte mondhatnám, nem is elsősorban a C-vitaminnak kapcsolatos tevékenységért kapta Nobel-díjat. És hogy jön Neumannhoz? Hát ők 40 éves volt a Szent György, amikor elkezdett kvantummechanikával foglalkozni, mert úgy érezte, hogy az élet titka az valahol az elektron környékén van. És a barátja, akivel erről beszélgetett, a Neumann Jancsi, az 25 éves korában írta meg a világ legjobb könyvét a kvantummechanikáról.
Németországban, úgyhogy volt közös témájuk. Nem tudom, hogy milyen mértékben köszönhető annak, hogy Szent Györgyi ezután tett még egy nagy felfedezést, amikor is felfedezte a szabad jégöket, ami pont az elektronnal kapcsolatos, amikor egy oxigén molekulának hiányzik a külső héjáról egy kis elektron. És ez a szabad gyök, és ez igyekszik visszaszerezni ezt az elveszített elektront, ezért megtámadja a szomszédos sejteket, és ez a ráképződés folyamata. És azokat az anyagokat, amik, hogy úgy mondjam, visszaadják ennek a szabad gyöknek a hiányzó elektronját, azt nevezik antioxidáns anyagnak, és a legfőbb antioxidáns anyag, mint az Isten, a C-vitamin, van több is. Önök nagyon jól tudják. Ezért a találmányáért ezt magasabban értékelik. Szintén kaphatott volna egy Nobel-díjat. Na, így kapcsolódtak ők egymáshoz. Nemrég jelent meg magyarul is egy könyv, ott az alsósorban látható. Ez az ember nagyon híres tudománytörténész. Hát ő is így vélekedett Reimerről, hogy valójában félisten. Nobel-díjas fizikus, aki nagyon sokat dolgozott együtt már Németországban Neumannal. Azt mondja, hogy amikor Neumannal beszél az ember, úgy érzi, mintha nem is emberrel beszélgetne. Egy angliai irodalmi klub délutánon egy angol író azt találta mondani, hogy azt hiszem, hogy Einstein a század zsenia. Életlenül ott volt Wigner Jenő, a már említett Nobel-díjas fizikus Neumann Jancsi osztálytársa, és akkor ő közbeszólt, hogy hát nagy tudósok volt köztünk, de szerintem zseni csak egy is, az a Neumann János volt. És a három fő tulajdonságát ő fel is sorolta, hogy oly gyors esze, olyan mély belátó képessége a részletekbe, és olyan emlékező tehetsége, mint Neumannak. Senkinek nem volt, Einsteinnek sem. Einstein? Hát hogy vélekedett Einstein Neumannról? Azt hiszem ez a legkompetensebb vélemény, ha kettőjüket összehasonlítjuk. Nem is tartotta ilyen csetszopónak, mint aki teljel táblálkozik, hanem ő azt mondta, hogy Neumann az egy gondolkodó lény, tehát nem emlős. Hadd mondjam el, hogy egy egyetemen dolgoztak, a Princeton Egyetemnek a Felsőfokú Tanulmányok Intézetében. Szinte egyszerre hívták meg őket, a világ leghíresebb tudósait hívták meg, egy amerikai milliárdos alapította ezt a mérnök továbbképző intézetet, és úgy gondolta, hogy meghívja a világ hat leghíresebb tudósát, és egy mondatos munkakörű leírásuk lesz. Az pedig így hazad, hogy csinálj, amit akarsz. Úgy gondolta, hogy ezek az emberek sokkal jobban tudják, hogy mit kell nekik csinálni, mint neki. Ők majd kitalálják, hogy mi legyen. Ő csak annyit csinált, hogy jól megfizette őket dollárba. Ki volt hát akkor végül is Neumann János? A filmben is elhangzott ez a kérdés. Mondhatni, hogy egy utolsó poliészter volt a századnak, hiszen olyan sok szakmához értett, olyan sok tudományterületen hagyta ott a keze munkáját, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy egy ember hogy tudott ennyi tevékenységet elvégezni. Elsőre tettem, hogy történész. 10 éves korában megbetegedett és bekerült a kórházba. 3 hónapig volt bent, az Encyclopédia Britannicát vitték be neki, az 42 kötet. Azt elolvasta, és 40 éves korában, mikor történészekkel vitatkozott, akkor ebből a könyvű fejből idézte az orosz cárnak a unokatestvér szintig lemenőleg tudta a családfáját, stb. Ilyen hihetetlen memóriája. Őt, történészek féltek is tőle, hogy ilyen adatra kerül soly, akkor ott a Neumann a szembe labdába nem rúghatnak. Vegyészmérnök volt, a kvantummechanikát említettük. Ő maga a legnagyobb teljesítményének érdekes módon nem is a matematikai munkásságát tartja, hanem azt a matematikai leírást, amit ő a fizika ezen új ágára adott, ő ezt tartja a legnagyobbnak. Már Németországban foglalkozott olyan bonyolult áramlási folyamatokkal, akár az éghajlatra gondoljunk, vagy egy örvénylő víz folyamra,
vagy a robbantásokra, ahol ilyen hullámok, lökés hullámok keletkeznek, és ennek a matematikája, hát ezt úgy nevezik a matematikus, hogy parciális, differenciál egyenletek, ezek a mondjuk a magunk számára úgy fordítsuk, a legbonyolultabb egyenletek, és ezeket nagyon nehéz megoldani. Igazából van, amikor nem is tudjuk, vagy ha megoldottuk is, ezt is Neumannak köszönhettük, mert ez kézi úton, meg tekerős, facit számítógéppel már lehetetlen, ez csak számítógéppel van esély egyáltalán hozzákezdeni a feladathoz. És ezt az eszközt is ő adta a világnak. Pont ezen indítatásból, ez volt az egyik force, egyik hajtóerő, hogy olyan problémákba ütközött, hogy nem tudta megoldani, mert olyan sokat kellett számolni. Maga az atombomba program, amiben szintén részt vett természetesen, mert az is érdekelte, miért ne érdekelte volna. Pont ott merült fel ez az igény, hogy sokat kellett volna számítani. Úgy tűnt, hogy egy évet késni fog az atombomba, hogyha ilyen lassan haladnak a számítások, és hát így alkotta ő meg ezt az eszközt még a II. Világháború alatt. Meteorológiával foglalkozott, hát nyilván ez is áramlási folyamatokkal kapcsolatos. Konzultánsa volt szinte minden haderőrnemnek, a légierőnek, a szárazföldi hadseregnek, a haditengerészetnek. Olyan egy kicsit olyan megalázó, mikor megakart, haldoklott, halálos ágyán volt már. Tudták, hogy napok vannak hátra. És kiküldték körbe az ágyát, a hadügyminiszter, a vezérkari főnökök. Még az utolsó pillanatban is a Neumann tanácsáért esedeztek. A lánya alig tudta meglátogatni, mert a katonák elfoglalták a Volterit kórháznak az elnöki lakasztályát, mert ott volt, ahol az amerikai elnöknek fönn van tartva mindig egy hely, hogy bármi történik, azonnal odaviszik, és ott mindig szolgálati ügyeletet teljesítő orvosok vannak. És a Eisenhower elnök felajánlotta a Neumannak, hogy hát akkor élet utolsó napjait töltse ezen a komfortosabb helyen, hogy így mondjam. Kiváló humorérzéke volt, több ezer viccet tudott fejből, otthon a partijain ezzel szórakoztatta a vendégeit. Az a kép, amit a legelőször láttak, ha valaki jól visszaemlékszik, ott a fején volt egy különleges eszköz, hát az is egy ilyen kis házi bohóc volt a Jancsi, hogy fogunk látni ilyen képeket. Sokan úgy gondolják, hogy ezt a három embert nyugodtan összehasonlíthatjuk, az Archimédészt, a Newtont és a Neumann Jánost, hiszen mindegyik a saját tudása által olyan eszközöket vagy szolgáltatásokat tett a kormánya részére, amiért azok nagyon hálásak lehettek. Hát Archimédész ugye Szirakusza védelmében megalkotta a hajítógépeket és egyéb ötleteivel segítette a szirakuzaiakat. Newton, aki mint a pénzverde, furcsa mód fizikus létele élére állt, hogy így védje meg az országot a pénzhamisítók ellen, de mint tűzérségi számításokhoz is nagyon fontos számításokat végeztett, balisztikai számításokat. Hát Neumann pedig, amit ő létrehozott, a matematikának új ágait hozta létre, az egyik ilyen új ág, mondhatjuk a játékelmélet. Neumann azt mondta, hogy minden játék. Tehát az, hogy a két vállalat hogy viselkedik egymással, az egy játék. Aminek vannak szabályai, van, amikor ismerjük a másiknak a szándékait, van, amikor nem ismerjük, és pont ez adja meg a lehetőséget a matematikai tárgyalásmódra. És elkezdte a játékokat matematikailag vizsgálni. Ő maga nem volt egyébként kiváló játékos, semmiben se. Kínai sakkot játszott gyerekkorában egyszer lányával, a Mariettával, de különösebben nem érdekelte a játék úgy, hanem a matematikai része, a logikája, az fogta meg és azt tárgyalta. És ennek a játékelmélet kidolgozása során olyan eredményekre jött rá, amit aztán nyugodt tudott használni számtalan területen, amit a katonák nagyon szívesen vettek igénybe. Átszaladnám az életútját, hiszen bárki fölmegy az internetre, megtalálja, hogy mikor született. Az előző előadóban is volt, hogy azt hiszem a Veselényi, aki ógörögül beszélt. Hát Neumann Jancsi 6 éves korában az ebédlőasztalnál ógörögül tárgyalt az édesapjával, akkor a zsidó családokban igen fontos volt a nyelvtudás, még az ilyen keleti nyelveknek az ismerete is.
Hát egyébként, szóval így könnyű nyelvet tanulni, hogy a házvezetőnő az perfekt francia, vagy perfekt német, és akkor 6 éves korunkban, 5 éves korunkban megtanuljuk tőle. Úgyhogy ő hát anyanyelvi szinten beszélt németül, úgy is gondolkodott. Angolul már nem tudott meg, olyan állítólag angolul úgy beszélt, hogy közbe fordított. Csak olyan gyors esze volt, agya volt, hogy senki nem vette észre, hogy a nagyma fordít, már nem állt meg, hanem folyamatosan mondta. Említettem, hogy együtt hívták meg Amerikába, itt a gyerekkori képe látható, azért így sugárzik az értelem erről a kis fiúról, édesanyja, és akkor nem is messze tőlünk, ugye Pécsről származik az apa. Most ezt az ágat még nem nagyon láttam, hogy a tudománytörténetben, nem tudom, van-e pécsi közöttünk, hogy a Neumann Miksának azt a pécsi tevékenységét, vagy a családnak ezt a történetet, hogy valaki egy kidolgozná tudománytörténetileg, érdekes lenne. Hát itt a Jancsi nagyon tanulott az unokatestvérének a felcsúti, pontosan ugyanaz a név, amit az előző dián a Csorba László is bemutatott a felcsúti kastélynak a maradványairól. Hát onnan kapta ez a család a nevet, a rokonságban volt a Neumann Jancsival ez a család. Hát itt vannak az ő matematika tanárai. Rácz László tanította a középiskolába. De már második után a Jancsi túlszárnyalta a Rácot. Ő ezt el is ismerte, bár mondom, Magyarország legjobb tanára volt. Ez egy gyorsan elvitt a műegyetem professzorához, a Kürsán professzorhoz, és mondta, hogy hát légy szíves, foglalkozzam ezzel a gyerekkel, mert hát ez iszonyatos tehetség. Kürsák is foglalkozott vele, aztán megbízta két agyuntusát, a Fekete Mihályt és a Szegő Károlyt, hogy hát akkor foglalkozzanak ezzel az ifjú tehetséggel. Mindjárt írt is egy dolgozatot a Fekete Mihály professzorral 19 éves korában, ez volt az első matematikai munkája. A Szegővel úgy tanultak matematikát, Szegő meséli, hogy igazából ő nem tanította, csak így beszélgettek matematikáról. Szegő elmondta neki, hogy milyen problémák vannak halmazelméletben, ergodelméletben, és akkor jött két hét múlva a következő konzultáció, és a Neumann kész eredményekkel állt elő. Így fogalmazott, hogy hetek alatt századok munkáját volt képes rekonstruálni. Hát mikor ezzel szembesült, sírva fakadt. Hogy ő még ilyen emberrel, ilyen gyerekkel, ilyen tehetséggel egyszerűen találkozott. Hogy így ez. De hihetetlen, hogy valakinek ilyen agya legyen. Egyedül matematikában 200-at leteker. Pólya Svájcba tanította a Műszaki Egyetemen, ott volt a matek tanára. Hát Pólya a leghíresebb matek tanár világszerte. A két híres könyve, a Gondolkodás iskolája és a Probléma megoldás iskolája, hát kötelező olvasmány kéne, hogy legyen minden középiskolás diák számára, tanár számára, meg pláne. Jó hosszú ideig ért, majdnem 100 évig nemzetközileg is elismerték, nem csak mint matematikai oktatás megújítóját, hanem matematika számos ágában kiváló eredményei voltak. És gyakran vetett fel ilyen megoldatlan problémákat egyetem előadásának, hogy hát ez sincs bebizonyítva, meg az sincs. És bizony gyakran előfordult, hogy előadás végén oda ment hozzá egy fiatal gyerek, kezében volt egy papírfecni, és megmutatta, és azt mondta, hogy professzor úr, ezt így bizonyítjuk. Pólya megnézte, és teljesen volt képetve. És akkor mondta, hogy na, attól kezdve féltem tőle. Pólya történet, hát itt látjuk Pólya Györgyöt. És ez az a két könyv, amit ajánlok mindenkinek a figyelmébe. Hat híres ember került ki, tehát Amerikába együtt dolgoztak. Itt látható az otthonába a Neumann János, te épp egy kedvenc kutyájával, akkoriban épp a mátrixoknak, ezek ilyen táblázatok, az invertálásával, a fordításával foglalkozott, és ezért a kutyáját elnevezte Inverznek. Egy lánya van, Marina, 1935-ben született, és még él. Hál' Istennek, neki hosszabb életet adott a Jóisten, mint az édesapjának. Én 2003-ban ismerkedtem meg vele, akkor volt a 100 éves évforduló Tudományos Akadémián, és volt lehetőségem pár percet beszélgetni vele. És
Az utóbbi egy évben szoktam levelet váltani vele, majd elmondom mindjárt, hogy miért. Neumannak egy olyan tevékenység szeletéről szeretnék beszélni, ami kevésbé ismert az átlag közvélemény előtt, ez pedig a hadmérnöki szerep. Mellesleg összehasonlítva Bolya János is hadmérnök volt. Mondhatnám, hogy a hadi építészmérnök volt a Bolyai, ezt a képesítést kapta, nem matematikus, itt csak. Elég erős volt a matematika képzés, és az apja ezért küldte oda, mert a környéke nem volt olyan egyetem itt a közelben, ahova őt el tudta volna küldeni, és még ki is tudta volna fizetni. Az ő fia sajnos nem volt olyan szerencsés helyzetben, mint ő maga Bolyai Farkas, akit a kemény bárók pénzeltek azért, hogy Göttingába tanulhasson. Mellesleg aztán Neumann is éppen Göttingába került. Fizika tudással évén részt vett az atombomba programban. Az atombomba programban ő úgy vett részt, hogy ez titokban zajlott Los Alamos környékén, hogy ő leutazgatott Los Alamosba, ott volt 3 hétig, aztán visszament, mert kiderült, hogy akkor azért jött vissza, mert másik katonai projektben volt munkája. És már mindenki alig várta, hogy jöjjön a Neumann, mert addigra fölgyűltek a problémák, hogy ezt se tudjuk megoldani, meg azt se, és akkor vezették elő Neumannak, és itt kapásból tárgyalt a kérdés matematikailag. Az egyik ilyen nagy talány volt a plutónium töltető atombombának a fölrobbantása. A 3 atombomba, amit készítettek a II. Világháború alatt, az nem ugyanolyan hasadó anyaggal volt. Nagyon könnyű megjegyezni, mindenki egyetért velem, a diákjaimnak szoktam ezt a memorizálási trükköt mondani, hogy az atombomba, ugye egyetértettek velem, hogy az púp az emberiség hátán. Igen, tanár úr. Hát akkor megvan a 3 atombomba. A P az a plutónium, U az az urán. Tehát akkor a sorrend plutónium, Alamogordo, tesztrobbantás. Urán, Hiroshima. Plutónium, Nagasaki. Nem részletezem a fizikai folyamatát, ami miatt a plutónium bombát nehezebb felrobbantani, mint az urán hasadó anyagút, mert szinte magától is beindulhat a robbanás, és hát ez az elég kínos lenne, hogy a repülőgépbe robbanna föl, mielőtt ledobnák. És erre egy olyan gyújtószerkezetet találtak ki, egy ilyen berobbantásos technikát, és ennek az egész matematikai részét azt a Neumann dolgozta ki. Ez, ha nem lett volna meg, nem készült volna el 2 atombomba. Vagy egy évet minimum csúszott volna. Tehát a II. Világháború nem került volna bevetésre. Most időzőjelben mondom, hát ez részben van a Neumann-csinak. Köszönhetik az amerikaiak, hogy összejött ez az eszköz, meg a Neumann Jancsi haverjának, a Wigner Jenőnek, aki pedig megtervezte azokat az atomreaktorokat, amikben előállítják a plutóniumot, mert a plutónium a természetben nem fordul elő, azt úgy kell csinálni, uránból atomreaktorba állítják elő. Hát ezért van Iránnál is ugye ez a kérdés, hogy a probléma, hogy ott is esetleg plutóniumot csinálnak az atomreaktorokban, és utána abból atombombát hoznak. Matek tudását fölhasználták, aztán a hidrogénbombánál, ott már keményen használták a már akkor még jobb számítógépeit is. Ezt nem is hiszem, hogy sokan tudják, hogy volt egy célkijelölő bizottság. Azt határozta meg, hogy mely városokra dobják le az atombombát. Az első város Kyoto volt, ez a legősibb japán város, a sintoista vallás központja, a japán léleknek a szimbóluma. És ezt így akarták megtörni a japánokat, hogy ezt a földig romboljuk. És úgy menekült meg Kyoto, hogy a japán hadügyminiszter Fülöp-szigeteken teljesített szolgálatot még fiatalabb korában, és beleszeretett egy Fülöp-szigeti nőbe, egy szépbe, és nászútra Kyotóba mentek. És annyira megtetszett neki ez a város, meg egy kicsit tovább gondolkodott, ő már látta előre, hogy a japán-amerikai kapcsolatok meg fognak változni. Nem lesz mindig ellenség a két ország, majd ketten már a Szovjetunió ellen fognak egy többbe tömörülni, és azért lehúzta Kyotót, azt mondta, szó se lett róla, hogy Kyotót lebombázzuk. Hát Kokura meg úgy menekült meg, hogy éppen felhő borította, és a pilóták nem látták jól a célpontot, és akkor mondták, oké, jöhet a következő célpont, Hiroshima. De hogy melyik város, hogy a terepviszonyokat figyelembe véve, milyen domborzati viszonyok vannak, és onnan hogy fognak majd visszavelődni a lökéshullámok itt
egyik kollega is felvetett ezt a kérdést. Ezt Neumann minden városnál kielemezte. És megállapította azt, és azért is elgondolkodott, milyen magasan kell felrobbantani az atombombát. Ha felrobbantom 10 000 méter magasan, a lökés hullám úgy szétterjed, hogy még egy ház se dől össze. Ha hagyjuk, hogy leessen a föld felszínére, és ott robbanjon, csinál egy 300 méteres lukat, és 300 méteres környezetben letarolja a házakat, és a többi épület éppen marad. Tehát van egy olyan köztes állapot, amikor a lökés hullám, meg a földről visszanyert hullámoknak az interferenciája kapcsán a legnagyobb romboló hatás alakul ki, és ezt is Neumann János számolta ki. Ő ezt úgy tekintette ezt a problémát, mint egy megoldandó feladatot, amit az amerikai hadsereg számára elkészít. Tehát nem ilyen alantas, aljas szándékú ember volt ő, ő egy probléma megoldó volt. Egyébként majd a japánok nem tekintik ezeket a tudósoknak úgy direkt ellenségükként, a Szilárd Leocsát, hogy most azért tekintsük a Szilárd Leocsát ellenségek, mert föltalált a láncreakciót. Hát a japán atomreaktorok is az alapján működnek, nem? Tehát akkor tett jót is. Az ő csoportjában dolgozott az atombomba programban több magyar is. Ezt kevesen tudják. Egy fiatal, 18 éves gyerek akkor sorozták be katonának, a Neumann csoportjába került. Neumannak volt egy körülbelül akkora csoportja, mint a nézőknek ez a része, akik csak matematikai számításokat csináltak, és ennek volt ő a vezetője, a Neumann János. És a csoporttagok között volt egy 18 éves magyar fiú, Kemény János, aki aztán az informatika második nagy alakja lett, mert ő találta ki a basic programozási nyelvet, amelyik igazán népszerűvé tette a számítógépet az átlagember között. A Neumann gépe még azt nem tudta átlagember használni ehhez, hiszen mi öregek, akik informatikával dolgoztunk, ugye hát a légkondicionált teremben hatalmas, nagyobb méretűek voltak még a számítógépek. Majd amikor ilyen kicsi lett, és akkor visszahivatkozok az inteles magyarra neki köszönhetően, meg amikor a Kemény János megcsinálta ezt az emberek által könnyen használható programot, amit a Bill Gates fölhasznált, és ettől lett igazából gazdag, hogy az első operációs rendszert gyakorlatilag átvette a Kemény János programját, és azt fejlesztette tovább. Keményen részt vett a hidrogénbomba tervezésében. Sokan elítélték a hidrogénbombát, voltak, akik bele is buktak, például gondoljunk az Oppenheimerre. Ő ellenezte ennek a szörnyű pusztító fegyvernek a kifejlesztését. A legjobb, legnagyobb propagátora a Tellerede volt, aki igen keményen kiállt amellett, hogy ki kell fejleszteni a hidrogénbombát, mert neki meggyőződése, hogy az oroszok is dolgoznak rajta. Most a történelem utólag, akkor még nem álltak rendelkezésre ezek a titkosszolgálati információk. Bebizonyítottam, hogy nem csak a jó megérzése volt, az amerikaiak még bőven vitatkoztak, hogy egyáltalán csináljunk-e hidrogénbombát vagy se, mikor az oroszok már gőzerővel dolgoztak rajta Szaharov és Igortam és másnak a vezetésével. És ott föl sem merült ez a kérdés, hogy most megcsináljuk vagy ne. És akkor most mindig így kell megítélni történelmi szempontból. Így emberbarátilag én is, meg mindenki itt közöttünk azt mondja, hogy ilyen baromság, Szent György is ezt mondta, hogy ilyen pusztító fegyvereket csinálni. Igen, ám, de mi van akkor, hogy mit csinálsz te akkor, hogy a tudomány másiknál van egy kés és az ellenséged, akkor te nem köszörülsz egy kést magadnak? Tehát furcsa padhelyzet alakult ki a történelem során. Elképzelni is lehetetlen vagy nehéz, mi lett volna, ha Sztálin tovább él, és az amerikaiak nem csinálják meg a hidrogénbombát. Ez a paranoiás ember nem, szinte biztos vagyok benne, hogy bedobtam volna. Sokan úgy gondolják, hogy Tellereden megmentette a világot. Ezt maga a Nobel-díjas Olá György nyilatkozta, hogy ezáltal, hogy olyan padhelyzetet teremtett, hogy ez már aztán tényleg olyan pusztító eszköz volt, hogy itt független attól, hogy kiveti be először, teljesen garantált a kölcsönös megsemmisítés, megsemmisülés. Ezért aztán nem nagyon áll értekébe senkinek. Hál' Istennek eddig még nem vetették be.
két zseni egy egyetemen dolgozott, és úgy tudtuk eddig, hogy nem nagyon volt közös munkájuk. Teljesen más érdeklődési területük volt. Einsteint a relativitás elmélet, meg a térelméletek érdekelték. Neumann meg pont nem ez. Ő sokkal gyakorlatiasabb dolgokkal foglalkozott. Most azonban nemrég kiderült egy matematika-fizika tanár végzettségű ember írt egy könyvet, aki az Einstein archívumnak a munkatársa, 83 éves, majdnem barátomnak mondhatom, hogy 8 éve levelezek vele, és most írt egy könyvet az Einstein archívumban, neki minden dokumentum rendelkezésére áll, és írt egy könyvet, hogy a gyakorlati Einstein. És ebben felsorakoztatja azt a 77 találmányt, amit az Einstein kitalált a relativitás elméleten kívül, konkrét eszközök, hallókészülék, acélszalagon rögzített hang, tehát nem mágnes szalagos hangrögzítés, acélszalagos hangrögzítés, repülőgép horizont kijelző, repülőgép sebességmérő, és még szólhatnám tovább, olyan fotóobjektív, hogy fény hatására elszíneződik, és nem kell hozzá blende, hanem saját maga így állítja be. Most már vannak ilyen anyagok, ugye, amelyek fény hatására változtak. Ő ezt már régen kitalálta, csak erről senki nem tudott. Azt hiszem ez lenne az igaz sikerkönyv, mert ezt egy átlag magyar is ezt el tudna olvasni, a relativitás elméletet. Azt senki nem érte, pláne az általános relativitás elméletet. Tehát az olyan magyarult. És akkor Einstein is jelentkezett, hogy én is szeretnék a nemzet érdekében valamit tenni. És akkor egy magyar beszervezte a torpedó elhárítási projektbe. És ebben a projektben dolgozott a Neumann is. Többször találkoztak, levélváltások voltak, és ez eddig nem volt publikus, valahogy ezt nem hozták nyilvánosságra. Tehát egyrészt úgy tudtuk, hogy Einstein nem vett részt semmilyen katonai programban, igenis részt vett. És Einsteinnek, Neumannak nem voltak közös munkái, de igenis voltak, és még ezen túl is voltak. Neumann Jánosnak a szolgáltatásait gyakran igénybe vették amerikai elnökök is, különösen az Eisenhower. Amikor fölmerült, hogy Dél-Korea a koreai háborúba elég nehezen tudnak a koreaiak fölé kerekedni, a tábornokok fölvetették 25 atombomba ledobását, tehát egy atomcsapást mérni, és ezzel azt mondták, most ezzel is végérvényesen vége lesz a háborúnak. Szerencsére az Eisenhower elég bölcs volt, és kikérte a Neumann János tanácsát. Neumann mindjárt felállított egy matematikai modellt, és elég széles politikai látóköre is volt, amit még a modellbe is applikálni tudott, és ez alapján kijött a számítógépes modellezés alapján, nem éri meg. És akkor szépen levezette a modellből, hogy eszkalálódnik a fába. Igaz, hogy helyi sikereket érnek el, de akkor valószínűleg belép Kína, és akkor ebből világháború lesz. És akkor az Eisenhower azt mondta, hogy valószínűleg akkor a Neumann Jancsinak van igaza, és nem a tábornokoknak. Úgyhogy nem dobták le az atombombát Dél-Koreába. Az amerikai atomenergia politikát 5 ember dönti el Amerikába. Ezt nevezik az Atomenergia Bizottságnak. Ennek általában tábornokok, szaktábornokok, vagy hadügyminiszter a tagjai. Volt egy eset, amikor egy tudós is volt. Mit gondolnak, ki volt az a tudós? Neumann Jancsi. Az Atomenergia Bizottság elnökétől származik ez a mondat. Direkt ide tettem angolul is, a magyarul a lényeg ez. Ha Neumann egy kérdést elemzett, akkor ott minden további vita fölösleges volt. Teljesen világos volt, hogy mit kell tenni. Ő volt a Lévi Strauss egyébként. A Lévi Strauss csinálta igazából az Oppenheimer pert. Tehát az egy kohort per volt. A Lévi Strauss egyszer az Oppenheimer nagyon megsértette egy ilyen kongresszusi kihallgatáson, és elhatározta, hogy ezt az embert letakarítja itt a politikai szintéről, és ezért csináltatott egy ilyen kohort pert, aztán ezt megrendezték szépen. Nagy pekére a Teller is bedőlt, ő nem tudott erről, és mint tanút megidézték oda, és akkor hangzott el az a híres elítélő vallomás, ő elítélte az Oppenheimert,
és utána meg őt ítélték el az összes tudósok. Neumann is részt vett az Oppenheimer perben, de ő sokkal diplomatikusabb volt, és ő megvédte az Oppenheimer, pedig nem voltak jó baráti viszonyban. Inkább mondhatnám, hogy nagyon sok dologban nem értettek egyet. Neumann, ő magáról bevallotta, hogy részben a gyerekkori indítatásokban, mikor ő 10 éves volt, akkor volt ugye itt a kommunista fordulat, az ő családjuknak el kellett hagyni Magyarországot, akkor Velencébe húzták meg magukat, pár hónapig utána visszajöttek. Akkor ugye elment Németországba, akkor ott meg a fasizmussal került szembe, tehát megszenvedte itthon a kommunizmust, ott a fasizmust, úgy gondolta, hogy ez a két irányzat, ez veszélyezteti legjobban a világot. És hogy ez egyetlen ország van a világon, amelyik ez ellen eredményesen föl tud lépni, és ez Amerika. És ezért ment Amerikába, és ezért ajánlotta föl, vagy mondhatom az egész tudományos súlyát, tehetségét, hogy olyan pozícióba hozza tudásával az amerikai hadsereget, ezen keresztül Amerikát, hogy Amerika szuperhatalommá váljon, és ennek a két irányzatnak bármikor ellen tudjon állni. Nemrég jelent meg Hargita Istvánnak a könyve. Abban hangzik el ez a mondat, amit valaki egyszer Neumannal való beszélgetés során megjegyzett, hogy a Neumann Jancsi azt mondta, hogy ha azt kéritek, hogy miért ne bombázzuk le az oroszokat holnap, azt felelem, miért ne bombázzuk le őket már ma. Azt mondjátok, hogy ma 5-kor, azt felelem, miért ne 1-kor. Szóval ennyire, hogy úgy mondjam, kommunista ellenes volt ő. A tudomány sok területén ért el eredményeket, meteorológiába, egyik leghíresebb könyve magyarul is megjelent, már rákbeteg volt. Részt vett az atombomba programban, a kísérleti atomrobbantáskor, meg utána a hidrogénbomba kísérletbe is részt vett, és sugárfertőzést kapott valószínű, és így rákos lett. A rák aztán előbb csontvelő rákja lett, utána prostatarák, végül a rák az agyára ment. Képzeljük ezt az embert, aki a világ legnagyobb agya volt. És amikor a lánya Marina meglátogatta, akkor azt kérte tőle, hogy légy szíves, adjál nekem egy-egyű számokat példaként, hogy is nézd meg, hogy jó-e az eredmény, amit mondtuk. Tehát mennyi 5-6. Az az ember, aki fejbe olyan számításokat tudott, hogy először még a saját magát, a feltalált számítógépet is legyőzte fejbe. Ezt a könyvet nekem dedikálta Marina. Így néz ki. Most jelent meg egy könyve, ajánlom a kedves figyelmükbe. Az a címe, hogy a Mars lakólánya. Ez a borítója, ez a fotó van rajta, és körülbelül így néz ki. Most 81 éves múlt. Én leveleztem a Marinával abból a célból, hogy tudomásomra jutott, hogy az Amerika Hangja Rádió 1955-ben készített egy interjút a Neumann Jánossal. Nincs egyetlen egy hangfelvétel sem a világon, amelyiken magyarul beszélne. Angolul se sok van. Ő nem volt ennyire a média középpontjában, mint mondjuk a többi tudósok, Teller, vagy Szilárd Leó, vagy a Szent Györgyi akár. Egy ilyen csendes, dolgos ember volt, nem nagyon szerette a médiát. És valahogy az Amerika Hangja Rádió megkörnyékezte, most nagyon sok mindent átugrunk, azt kérték tőlem, hogy 8-ra fejezzük be, és én pedig ígértem valami meglepetést, és akkor most a meglepetés próbálom megkörnyékezni. Én írtam az Amerika Hangja Rádiónak, még él ez a rádió, hogy megadtam a pontos adatát, mert egyik magyar könyv lehozta, hogy mikor készült, mi az azonosítók, hogy nagyon precíz volt. Ezt megírtam, és visszaért az Amerika Hangja, hogy hát az ilyen hangfelvételeket már mi nem tároljuk, hanem átadtuk a National Archives-nak, az a nemzeti levéltár. És adtak egy e-mail címet. Írtam a National Archives-nak. Üdvözlésen visszaírtak, hogy hát a hangfelvételek meg a mozgóképek azok a Sound Recording and Motion Pictures amerikai vállalatnál vannak archiválva, Amerika szerte. Írtam a Sound Recording and Motion Pictures-nek,
akik udvariasan visszaírtak, hogy tisztelt Varga úr, háromszor lefuttattuk az ön kérését, de semmiféle Neumannra vonatkozó archivált anyagot nem találtunk. Ezért sajnos nem tudjuk szolgáltatni a kért interjút. Hát így nézett ki, ugye, amikor bohóckodott a Neumann Jancsi. És most nem mondom el a többi vonatkozását ennek a kutatómunkának, hanem csak a végeredményét. És akkor ez lesz a mai előadásomnak a meglepetése. És önök abban a kellemes helyzetben vannak, hogy a világon először, Magyarországon meg pláne, önök azok a magyarok, akik először fogják hallani Neumann János magyarok beszélni. A közvetlen családtagok, akkori barátokat kivéve, hogy akik már nem élnek. Tehát a ma élők közül, és akkor hallgassuk meg ezt a rövid kis interjút, amelyikben Neumann beszél. Kedves hallgatóim, az az elegáns egyszerűséggel berendezett iroda, ahol most dr. Margittai Neumann János professzor úr ül velem együtt a Szabad Magyarország hangjának a mikrofonja előtt, az új korszak főhadiszállásának az Egyesült Államok Atomerő Bizottságának a washingtoni épületében van. Neumann professzor úr ennek az öttagú bizottságnak múlt év októberében kinevezett és egy hónappal ezelőtt az amerikai szenátus által egyhangulag megerősített tagja, és így mind tudományos, mind hivatalos minőségében ahhoz a szűkkörű, de nagy fontosságú csoporthoz tartozik, amely végső fokon az emberi történelem talán legradikálisabb új lépését irányítja. Neumann professzor úr, magyar ember, ez a tény, kedves hallgatóim, valamennyiünket jogos büszkeséggel tölt el, és én biztos vagyok benne, hogy professzor is megérti az én érzelmeimet, és azokét, akik most ebben a pillanatban hallgatják. Nagyon örülök, hogy ezt mondja. Neumann professzor urat szeretném leírni egy pár szóban, kedves hallgatóimnak. 50-es élekorú, élénk barna szeme van, mosolygós arca, úgy nem haragszik professzor, ha azt mondom, hogy eddig beszélgetésünk folyamán is azt tapasztaltam, hogy igazán semmi sem könnyebb, mint önt egy gyors mosolyra bírni. Ezek után szeretnék hát áttérni a professzornak a tudományos hátterére, amely egy hosszú téma volna, kedves hallgatóim, de mégis meg szeretném kérni arra, hogy röviden mondja el, hogy hol végzett, hol tanult, mikor került el Magyarországra. Kérem professzor, tessék egy pár szót erről. Budapesten születtem 1903-ban, és ott jártam középiskolára 1921-ig. Azután részben Budapesten, részben Berlinben és Zürichben végeztem az egyetemet, illetve a műegyetemet, és Budapesten doktoráltam matematikából, illetve filozófiából 1925-ben, és Zürichben végeztem, mint mérnök, mint vegyészmérnök 1926-ban. Én aztán lényegileg Németországban éltem 1930-ig, és a berlini egyetemen voltam magántanár matematikában. Amerikában 1930-ban kerültem, és pedig a Princetoni Egyetemre. És oda hívták meg. Hogyan került erre a meghívás a sor, professzor? Akkor is mai kollégám Veblen professzor, aki akkor Princetoni professzor volt, hívott meg. Vele 1928-ban Bolognában egy nemzetközi kongresszuson ismerkedtem meg. És aztán mit történt? Én 33 óta voltam állandósítva, illetve állandóan Princetonban, és pedig egy akkor megszervezett új kutatóintézetnél, amely szintén Princetonban van, ezt Institute for Advanced Study-nek hívják, és ma is annak vagyok a tagja, illetve a professzora. Ez az intézet, azt hiszem, professzor, egyike a leghaladottabb kutatóintézeteknek a maga nemében az egész világon. Ez kutatással foglalkozik, és posztdoktorális, egy szóval azok, akik oda jönnek, mint látogatók, és egy évben átlagban 1-200 ember jön oda, azok elvégezték az egyetemi kiképezésüket, és egy doktorátus utáni továbbképzés és kutatás a tárgyan. Professzor úr, az elsők között volt, akik ennél az akkor megalakult új intézet. A harmadik vagy negyedik kinevezés, az első Einstein volt. Ez önmagában is mutatja a relatív fontosságát professzornak az amerikai tudományos életben. Kérem szépen, szeretném megkérdezni, hogy visszaemlékszik-e még a budapesti időkre egy professzorára talán, aki
Vel ott dolgozott, aki ott tanította a professzor urat annak idején. Ő nagyon élénken és nagyon jól, különösen Fejér Lipótra és Rizs Frigyesre, akik azt hiszem ma is Budapesten vannak, azon kívül Hál Alfredre, aki sajnos a 30-as évek elején meghalt. Ők voltak? Mindezekkel meg nagyon sokkal tartozom és nagyon nagy hatással voltak rám. Az amerikai atomkutatásban aránytalanul sok magyar tudós található. Ha mondanál egy pár szót ezekről a magyar kollégákról. Ó, több magyarnak nagyon fontos szerepe volt ebben, jóval fontosabb, mint nekem. Az első helyen azt hiszem Szilárd Leót kell említeni, azon kívül Wigner Jenő, Teller Eduard. Kérem, én azt tudom, hogy professzor szerény ember, de azt is szeretném megemlíteni, hogy Teller Ede, aki különben itt, mint a hidrogénbomba atya, ismerős a sajtóban és a közönség előtt, Nagyban professzor úr felé a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik, mondván, hogy az ön munkája nélkül nem sikerült volna olyan gyorsan elérni az atomfúziónak a gyakorlati megvalósítását, mint ahogy az sikerült. Ezen a téren a lényeges munkám abban az irányban volt, hogy a nagyon gyors számológépek bevezetése Amerikában azokban az években történt. Uh-huh. Ezen a téren én elég sokat dolgoztam, és mi építettünk egy néhány nagyon gyors, nagy számológépet, amik a hát mindenféle fizikai, alkalmazott matematikai, mérnöki számításoknak a lebonyolítását rendkívül meggyorsítják, és általában a találomra való kísérletezést egy sokkal alaposabban előkészített és szelektált kísérletezéssel pótolják. Az kétségtelen, hogy ez az ilyen fajta gépek nélkül minden kísérletezés lassúbb, nehezebb, drágább és kevésbé merész volna. Például mit csinál egy ilyen nagy gép, mint amiről most professzor beszél? Lényegileg semmi egyebet, mint amit egy ember is megcsinálna, de gyorsabban. Egy igazán nagy, modern gép játszva pótolja kb. 10 000 embernek a munkáját. Uh-huh. Ezek a számok ma még magasabbak. Uh-huh. A lényeg ebben nem is annyira az, hogy az ember ugyanazt gyorsabban csinálja meg, hanem az, hogyha nem menne ilyen sebességgel az ember, ezeket a számításokat egyáltalában nem végezné el, és helyette találgatna. És a találgatás ezeken a modern területeken rendkívül költséges és időt rabló szórakozás, azt hiszem. A találgatás egyrészt költséges és sok időbe kerül, másrészt, ha az ember egyszer találgatásra van utalva, akkor sokkal nehezebben határozza el magát, hogy egy új vagy szokatlan ideát kipróbáljon, és általában sokkal kevésbé merészen használja ki az ideákat, és kísérletezi ki őket. Hogy történt az, hogy ön, mint matematikus, az atomkutatás kérdésével került ilyen szoros kapcsolatban? Hogy jött ez létre? Matematikusokat általában beszokás osztani úgynevezett tiszta és úgynevezett alkalmazott matematikusokra, azonban ez az elválasztás, mint a legtöbb ilyenfajta elválasztás, nem éles, és nagyon gyakran előfordul, hogy ugyanaz az ember mind a két területen dolgozik. Én inkább tiszta matematikusnak mondanám magamat, azonban elég sok dolgom volt alkalmazott matematikával, és ottan különösen kvantumelmélettel, vagyis atomfizikával, és hidrodinamikával, egyszerűen a folyadékok és gázok mozgásának az elméletével. Ezekről a területekről az átmenet ide eléggé természetes. Professzor dolgozott Einsteinnal együtt. Igen. Hát azt hiszem, hogy ez önmagában véve is a professzor figyelmét kellett, hogy irányítsa a kvantum elmélet, és ezen keresztül az atomkutatás felé. Ami nagyon szerencsés dolog, mert így történt aztán az, hogy professzor úr ennek a modern tudománynak az előharcosai közé tartozik. Professzor úr, azt szeretném megkérdezni most, hogy miután ön itt az Atomenergia Bizottságnál azzal foglalkozik többek között, hogy kutatja és segíti előre az atomenergia békés felhasználásának a lehetőségeit, hogy magyar vonatkozásban mit tudna mondani, hogy mit jelentene, hogyha Magyarországon lehetne ezekkel a modern dolgokkal valóban komolyan és szabadon foglalkozni, hogy mit jelentene Magyarország számára az, hogyha például ön a tudását és a többi magyarok a tudásukat ezen a területen mondjuk Magyarországon tényleg hasznosítani tudhatná. Az atomenergiának a békés alkalmazásaiban legalábbis két terület van, ami fontos. Természetesen senki nem tudhatja, hogy nem lesz-e sokkal több még a jövőben. Ami azonban nyilvánvalóan praktikusan fontos ma, az egyrészt az, hogy mesterséges radioaktív elemeket,
körülbelül tetszés szerint, és a múlthoz képest nagyon nagy mennyiségekben lehet előállítani, és aránylag alacsony áron, és másrészt, hogy energiát egy egészen új módon, és lényegében fűtőanyag nélkül lehet előállítani. Az első azt jelenti, hogy mindazt, ami a radioaktivitást orvosi tudományban, fiziológiában, mezőgazdaságban is, és azon kívül ipari területeken, metallurgiában, és így tovább lehet használni, ez mind nagyon sokkal, sokkal könnyebben megy mostan, és egészen más mértékben, mint azelőtt. Energia termelésnél való változások még direktebben érzékelhetők és érthetők. Itt az a helyzet, hogy ez alig, hanem Amerikában is, ahol az energia rendkívül olcsó. Igen. De minden esetre nagyon nagy mennyiségben fogyasztatik. Egy fontos dolog lesz, mert ugyan az energiaárak már ma alacsonyak, de minden további árredukció nagyon fontos, mert egy nagyon nagy fogyasztással állunk szemben. Ezzel szemben olyan országokban, és azt hiszem, hogy ezek közé tartozik Magyarország is, ahol az energia ára és a fejenként aránylag magas, és a fejenkénti energiafogyasztás kevésbé magas, egy egészen lényeges változást fog az okozni, hogyha ilyen módon egy lényegesen olcsóbb energiaforrás áll a rendelkezésre, és egy magasabb fejenkénti energiafogyasztás válik lehetővé. Kétségtelen, hogy a múltban minden iparosodás és minden fokozott iparosodás kritikusan ezen múlt, hogy az energia olcsóbb lett. És kétségtelen, hogy olyan országokban, ahol a színellátás és a vízi erőellátás nem nagyon bőséges, ennek egy nagyon nagy kvalitatív hatása lesz. Azt hiszem, professzor, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az atomerő fölhasználása, amely ma még talán gyermekcipőben jár, egy teljesen új történelmi korszakot nyit meg az emberiség előtt, egy lehetséges bőségnek a korszakát, amelyhez nem is lehet semmit sem hasonlítani, ami a múltban volt. Azt hiszem, semmi kétség nincsen, hogy ez egy új ipari forradalomnak a kezdete, amelyik van olyan fontos, mint az elektromosság bevezetése. És hogy ebből a forradalom... És hogy ma még nem is nagyon lehet megbecsülni, hogy a következmények milyen méretűek lesznek, és hogy mennyi mindent fognak befolyásolni. És hogy ebből Magyarország ki ne maradjon, ehhez szükség van arra, hogy Magyarország is részt tudjon venni ebben az előre haladásban. Azt hiszem, minden országnak és a leghatározottabb a Magyarországnak is egy abszolút életérdeke, hogy abban a további iparosodásban, amivel ez járni fog, részt vegyen, és hogy ne legyen azzal handicapelve, hogy ebből a folyamatból ki van zárva, vagy hogy ebbe csak lassan és redukált mértéken kapcsolódik bele. Egy utolsó kérdés, professzor, ami majdnem azt mondhatnám, hogy természetesen következik ebből, amiről beszélgettünk az elébb, és ez az, hogyha a professzor úr tehetné, akkor hajlandó volna részt venni ebben a munkában, amely Magyarországon is az atomerő felhasználásának az előmozítását szolgálná? Kétségtelen, egy nagyon szép lehetőség volna. Gondolja, hogy a többi magyarok is, akik ezen a területen dolgoznak, azok is szívesen adnák tudásukat rendelkezésére az országnak? Nincs kétségem. Kedves hallgatóim, azt hiszem, hogy a professzor ideje lejárt, és kénytelenek vagyunk tőle búcsút venni. Nagyon szépen köszönöm a szívességét professzor úr, magyar hallgatóink nevében is, kedves hallgatóim. Dr. Neumann János professzor urat hallották, aki az amerikai atomtudósok kis és válogatott csoportjához tartozik. Beszélgetésünk az Egyesült Államok Atomerőbizottságának a washingtoni hivatalában folyt le, amely bizottságnak Neumann professzor úr, Eisenhower elnök által kinevezett tagja. Köszönöm a kedves figyelmüket!